szükséges Istenünk, tisztelettel kérünk, éljen még sokáig jó szitja hun népünk. Ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi, származása szerint rendkívül is régi. Büszke szemmel nézzük Nimrud király fényét, az égen győzi le örök ellenségét. Csodaszarvasunknak követjük futását, hunort s magyart hívó égi vágtatását. Attila kardjáról csodákat mesélünk, ha e kard kezünkben senkitől sem félünk. Csaba ifjú király, meghajlunk előtted, fényes csillagösvényt az égre tesződted. Esztergomi falra festett oroszlánok, mint apáink régen, törjük szét a láncot. Figyeljük a turul madár érkezését, a tudás népének újjászületését. Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát, ide tértek vissza álmos s fia Árpád. Áhítjuk óvó szent magyar koronánkat, ha ős fényben ragyog, ránk senki sem támad. Örök Magyarország, sosem maradsz árva. Nagy szeretettel köszöntöm a második részt alkotókat és résztvevőket és megnézőket. A Jézus az Kita című könyvről van szó, amelynek az első négy fejezetéről, illetve a bevezetőről már korábban egy másik videóban beszéltünk, és most a második részről fogunk, amelyben az első két fejezet, tehát az ötödik és a harmadik fejezet Jézus elekéiről szól. Vegyük először az ötödik fejezetet, egyrészt sorrendben menve, másrészt ez egy ismertebb tény, hogy van egy torinói lepel, amely valószínűleg, hogy egykoron Jézus testét fette, hiszen mind a testének, mind az arcának a képmása gyönyörűen ráégett, rásült erre a lepelre. Először is beszéljünk a lepel anyagáról, borzasztóan fontos. Ez magára Jézusra tekintve is nagyon fontos, hiszen egy ilyen leplet nem lehetett a piacon beszerezni. Ez a lepel a pártus királyok tulajdonában volt, talán abban az időben is néhány darab lehetett, hogyha valamelyik királyot meghalt, akkor megfelelő módon tudják eltemetni. Magyarul biztos, hogy sem Jeruzsálemben, sem a környékén ilyen lepel nem létezett. Ez azt jelenti, hogy ezt meg kellett szervezni, hogy Jézus valakit elküldött, ezt tudjuk, hogy Arimateai József volt, ezért a lepelért, és ezt a leplet a pártus király kiadták neki. Tehát ez megint azt jelenti, hogy Jézus milyen kapcsolatban állt ezzel, akár az uralkodóházzal, akár ezzel a népben nemzettel, és felveti még egyszer, hogy valamilyen rokon nép lehetett a pártus nép, az ő addig olyan tartományból lévő galileinek csúfolt, de végül is valamilyen szkíta jellegű népének a rokonsága. Ez a lepel annyira speciális volt, hogy majdnem 1000 év telt el, mikor itt Európában ugyanazóta mintákat megtanulták előállítani egy-egy ilyen vászton, és valóban bizonyítható, hogy ez onnét származott. Nagyon sok vizsgálatot végeztek a torinói leppelel kapcsolatban, nem tudom, 40-valányféle növényi maradványt találtak rajta, és gyakorlatilag nagyon szépen bebizonyítható volt magának a lepelnek az útvonala, hogy onnét a közel-keletről milyen utomódon, mai Törökország, Edesszában volt egy darabig, hogy mindjárt erre kitérünk, hogyan érkezett meg Bizáncból, Bizáncból pedig Olaszország keresztül először Párizsba, Franciaországba, és úgy jött aztán Torinóba. Az egyetlen egy, ami fals eredmény, az pedig a rádiokarbon,
vizsgálat adta, gyakorlatilag a lengyel korát más időre tette, sokkal rövidebbre, tehát hogy durva 1000 éven belülre tette. Nem tudjuk, hogy miért, hiszen minden más a lengyel eredetiségét bizonyítja. Talán az is kiemelendő itt, hogy a lepel Jézus képét, illetve testét mutatja, és nem tudják ma sem a tudomány segítségével elmondani, hogy hogyan tudott ráégni ez az arckép, illetve ez a testkép. Tehát semmi olyan sugárzásban nem is olyan, ami egy ilyen nagyon rövid ideig, egy ilyen villanófénnyel készülhetett volna, ami alatt ugye azt sejtjük, hogy akkor tűnt el, vagy égette el Jézus a saját testét. Tehát ez a lepel megérkezett akkor, amikor Jézus éppen meghalt, és ebben a lepelben tették a sírkamrába. Kétféle lepelről beszélünk ma, az egyik ugye a torinói lepel, ez az ismertebb lepel, de még mind a két lepel, a lepel útjának végső állomásának a nevét adja, tehát a másik az ovidiói lepel, ez Veronika kendője, amely a torinói lepel, mint amit be volt Jézus burkolva vele, az alatt az arc, csak az arcát borította. Ugyanaz az arc egyébként, és amit meg is említek a könyvben, nagyon érdekes, hogy Grundvalló Melchizedek mondja, hogy ezt az arcot még egy helyen látta, a nagy piramisban, a Keops piramisban, valahol az egyik falban, a királynő termében, vagy előtte, bele volt éve a kőben, fogalma sincs, hogy került oda. Tehát két lepelről beszélünk, a torinóiról és az ovidiói lepelről. Én azt gondolom, hogy ez valóban Jézus testét borította, mind a kettő. Aztán ahogy Jézus eltűnt a lepelben, illetve újjá alakította testét, ezt a leplet fogták és elvitték. Többféle teória van, hogy ez Máriának mennyire van szerepe, édesanyjának szerepe. Minden esetben azt tudjuk, hogy a lepel valamikor megérkezett Edesszába, ami ma Törökország területén van, és több évszázadon keresztül ott volt egy falba bezárva, míg aztán valamit véletlenszerűen megtalálták, és 900-as években átszállították Bizáncba. Aztán itt volt egy-két évszázadot Bizáncban, mindenkünk magyaroknak is van némi közünk, mert a Prai vagy Pre-Index, nem tudom pontosan, hogy kell ejteni, de Pra-Y-nal van írva. Ez egy rajzot közöl a lepelről, és méghozzá a rádiókarbon meghatározás, kor meghatározáson túl, tehát előbb született meg ez a kódex, és rajzolták le ezt a lepelt, mint az az idő, amit megad ez a rádiókarbon meghatározásnak. Valószínűleg, hogy ez is hozzájön ahhoz, hogy azt mondhatjuk, hogy eredeti. Bár nagyon sokan azon a nézeten vannak, hogy szeretnék, ha azok az emberek, akik védik ezt a leplet, hogy ne gondoljuk azt, hogy az volt, mert azt is tudjuk, hogy az évszázadok alatt többször megpróbálták megsemmisíteni. Nyilván a jó oldal emberei ezt a leplet, tehát valahol lehet, hogy ezzel is védik, hogy egy bizonytalanságot tartsanak fenn a lepel származásával kapcsolatban. Aztán Bizáncból a lepel, ugye ennek a harmadik Bélának a lánya, először egy ottani valaki, ez ment férjhez majd, mikor az meghalt, akkor az egyik keresztes lovakhoz ment férjhez, és ők vitték ki gyakorlatilag a keresztesek Párizsba, Párizsból valamikor Torinóba került, és az lett a végső helye, és azóta ott van ez a lepel. A lepel igazából az egyik bizonyíték, hogy
Jézus ki volt, milyen származású volt, rá kell nézni az arcra, és én számomra 1000%-ra biztos, hogy ez egy szkíta kaukázusi ember arca, és hihetetlenül meggyőző az a, az arc, amit mutat. Aztán azt is bebizonyították, hogy ugye a szemeket azokat mindig lefették. Nem csak a zsidó emberek, hanem a szkíták között is szokás volt, vagy egy fénypénzzel, vagy valamilyen lappal lefedni a szemet, hiszen a szem golyó az egy bárulóra beesik a halál után, hogy ezt ne lehessen látni, nagyon csúnya látvány, gyakorlatilag ezért tesznek. És ott egy leptont mutatott ki ez a vizsgálat, hogy olyan leptonnal lett befedve a szem. Magyarul ez is egy bizonyíték, bizony abból a korból származott, mert a leptont, ezt a pénzért még akkor abban az időben használták. Én azt gondolom, hogy most itt Dióhéjban a leperről ennyit érdemes szólni. Érdekes összefüggések vannak, de a lényeg az, hogy ez is Jézusra utal, és a 49 ok között ez is fel van sorolva, hogy Jézus ilyen származású volt. Mi számunkra, magyarok számára talán még érdekesebb az a magyar Szent Korona. Nem véletlenül, hogy hívjuk ezt Szent Koronának, mert már Badin is felfedezte, és hát itt a Badin mellett a Csomor Lajos nevét kell megemlíteni nagy hálával, tekinteni rá, hiszen mivel 78-ban, 78-ban az USA-ból hazaérkezett a korona, akkor ő és az ő csapata vizsgálta meg a magyar Szent Koronát, és egy hihetetlen nagy ellenszélben. Mindenképpen az ellenerők azt akarták bebizonyítani és bebizonyítatni, hogy ez a korona két részből áll, görög meg egy latin részből, és Csomoréknak ezt meg is mondták, hogy ezt az eredményt kell kihozniuk. Csomor megvizsgálta, és azt mondta, hogy nem, mert ez nem igaz. A korona ez egy egységes tárgy, egységesen az aranybetszés szabályi szerint készül, mind az alsó, mind a felső rész, és ez nem csak az anyagára vonatkozik, nem csak a méret arányaira vonatkozik, hanem magáról a képekre, magára a képekre is vonatkozik. A képek, a 19 kép van a koronán, ezt nagyon fontos tudni, majd aztán, mikor a korona szakrális geometriájáról beszélünk, akkor jön elő, hogy milyen fontos ez a 19 kép. De még mielőtt erre rátérném, ezért pár szót említsük meg koronával kapcsolatban. Ugye tudjuk azt, hogy ez egy beavató korona, egyetlen egy van ilyen a világon. És ha belegondolunk, hogy mit jelent az, hogy beavató korona, akkor ugye fölmerülnek kérdések, hogy mivé avatták a királyt, mert azt is tudjuk, hogy az életében egyszer a koronázás kapcsán tették fel a fejre, és utána nem is láthatta, le volt zárva. Ott a koronaőrök minden korszakban, akik ezt a védték és szállították és megnézhették ezt a koronát. De erről beszélünk, ahogy a geometriáját majd áttekintjük, hogy miért beavató korona a korona. A másik ilyen szó, hogy élő ez a korona. Tehát a magyarság számára a korona az mindig egy élő korona volt, pedig hát ez egy tárgy, ha ránézünk, és nem mozog, de miért lenne ez élő korona. De annyira erős maga ugye a koronatan is, tehát azt mondjuk, hogy a király az a korona jobb keze, tehát aki koronálja az ország, hogy ezek talán azt lehet mondani, hogy nem véletlenek ezek a gondolatok, és majd erről is fogok beszélni, hogy miért élő ez a korona. A korona szellemiségét igazából az ikonok határozzák meg. Ugye 19 ikon van rajta, és annyit tudunk, hogy
nem mindig ugyanezek a képek voltak rajta. Azt is mondhatjuk, hogy a koronát talán tönkre akarták tenni az elmúlt évszázadokban, és emiatt a képeket valószínűleg lecserélték. Nézzük meg, hogy a korona mióta él, mióta van. Ugye megint az, aki a dupla vagy kettős koronaelméletet mondja, az azt mondja, hogy hát ez maximum 1000-től van, ugye azt tudjuk, hogy Szent István ezzel koronázták meg. De Badiny is, és más is, Csomor is azt mondja, hogy jóval régebbi ez a korona. Valószínűleg, hogy a 300 és 450 között keletkezett. Badiny nagyon erősen állítja, hogy Attilához elkerült ez a korona. Azt tudjuk, hogy a Kaukázusban készült egy papok készítették, ötvös papok készítették, és tulajdonképpen azt is tudjuk, hogy valamilyen információ van ebben a koronában. Ugye ezt az információt máshogy vagy másban nehéz volt átadni, ugye tudjuk azt, hogy bizonyos épületek megmaradtak, akár Egyiptomra gondolunk, piramisoktól, de nagyon kevés ilyen a világon, mert mindent az emberiség elpusztít, és ha jön egy másik szellemi irányzat, akkor ezt tönkreteszi. De az koronának is van valamilyen szellemisége. Erről majd fogunk beszélni, de gyorsan átnézzük, hogy mit csináltak a koronával, mikor próbálták meg tönkretenni ezt a szellemiséget, ami benne rejtekezik. Ugye azt tudjuk, hogy hol készült, és azt is, hogy valamikor megérkezett az avarokhoz. Ugye beszéltük arról az előző előadásban, hogy az avarok egy koronán erős nép voltak, Bizánc is adót fizetett nekik, tehát legyőzték őket csatában, bizánciakat, és nem ők őrizték a koronát. Aztán meggyengültek, és Nagy Károly 796-ban egy hadjárat során elrabolta az avar kincseket, és köztük a koronát is. Ez csak egy érdekesség, azért gondoljuk, hogy tehette, mert a feleségét úgy hívták, hogy nagylábú Berta, aki egy avar, talán Kagánnak volt a lánya. Tehát gondolom, Nagy Károly gondolta, hogy ami a feleségé, az az övé is. Ismerjük ezt a történelmi trükköt. És eljött Magyarországra, hogy elvigye a kincseket és a koronát is. Történészek azt is állítják, hogy amikor Árpádék itt megjelentek, és ezeket a Nyugat-Európa felé menő hadjáratokat végezték, akkor ezeknek az elsődleges célja ezen avar kincsek visszaszerzése volt. De nem volt köztük a magyar korona, mert tudjuk, hogy Nagy Károly 800-ban Rómában ezzel koronáztatta meg magát. A 814-ben elhunyt, és az is ülő állapotban temették el, hogy a korona ne essen a fejéről, tehát a koronával együtt. Aztán eltelik majdnem két évszázad, és 1000-ben harmadik Ottó felnyitatta a sírt, és még tavasz tájékán volt, amikor áprilisban, és levette a koronát Nagy Károly fejéről, és ezzel Rómába ment, hogy őt magát is ezzel megkoronáztassa. Amit tudunk, hogy ő harmadik Ottó gyűjtötte a Bertalan képeket, Bertalan apostol képeit, és azt is tudjuk, hogy most Bertalan képe, ugye a korona három részből áll, lent az abroncs, aztán a párták, a párta belül Jézus, hátul majd beszélünk el a Mária képével, és a két abroncs. Nem kerek a korona, és most ebben a pillanatban, hogy Csomóra is leírta, meg van fordítva, tehát 90 fokkal el van fordítva, de van egy hosszabb és egy rövidebb pántja, és ez pont fordítva áll, és meg van nyekkenve ott az ember fej tetején a ráterít. És ezzel, hogy befordították 90 fokkal a pántokat, ezért a Bertalan kép került közvetlenül
a pártán lévő Jézus kép mögé. Tehát alig-alig látszik. De ha jól megnézzük, akkor egy nagyon gyenge, és nem ebből a sorozatból készült ikonról van szó. Magyarul ez is egy bizonyíték, hogy valaki levette, és egy másik Bertalan képet tett a helyére, és hogy ez ne látszódjon meg, ezt elfedje, ezért elfordította a pártokat. Igazából azt lehet mondani, hogy már ez is egy machináció és a korona megrontása, még akkor is, hogyha esetleg azt gondoljuk, hogy ennek az oka egyszerűen csak egy ilyen gyűjtői szenvedély harmadik Otto részéről, de mindenképpen már megváltozik a korona energetikája akkor, hogyha a pártokat elfordítjuk és máshová tesszük, vagy más képet teszünk. Visszatérve a korona történetére, hogy azt is tudjuk, hogy ősszel valószínűleg magyarok meghallották, hogy ott van a korona, és nem is visszakérték, hanem visszakövetelték második Szilveszter pápától, aki aztán leírják, hogy álmot látott, és akkor nem a lengyeleknek, hanem a magyaroknak kell adnia. Nem tudjuk, hogy ez mennyire igaz, de végül is megérkezett valamikor ősztáján Magyarországnak korona, és ezerben Szent István ezzel a koronával koronázták királyá. Következő időpont, ami fontos számunkra, vagy a korona számára, 1160-ban Bizáncban vitték a koronát, és azt gyanítjuk, hogy valószínűleg a legelső komoly képcsere az itt történt. Nem tudjuk, hogy milyen két képet távolítottak el, de hátul az abroncsa két császár képe került, két görög császár képe került, Geodizáci és Konstantinus császárok, és azt is tudjuk, hogy a hátsó lévő pártán ekkor még Mária ott volt. Tehát tudjuk pontosan, hogy Mária is szerepelt a koronában. 1470-ben kiviszik Prágába, és ezt is ismerjük, hogy Mátyás súlyos aranytalérokért vásárolta vissza majdnem 20 évvel később, már több mint 20 évvel később a koronát. Aztán 1551-ben Izabella királyné letöri a liliumos keresztet róla, ami azóta is hiányzik, és nem is tudjuk, hogy hol van. Ez is egyfajta megrontás. És elérkeztünk addig a pontig, amikor még tudjuk, hogy Mária képe rajta volt, ezt 1613-ban az akkori koronaőr Révai még leírja, hogy így ment ki, hogy rajta volt Mária képe, és mikor visszajött a korona Ausztriából, akkor Mária helyett már Dukász Mihály képe szerepelt ott. Csomó pontosan leírja, hogy ez a három kép a korona hátuljáról, ez tulajdonképpen beerőszakolva a foglalatába, tehát biztos, hogy nem ezek a képek voltak. Csomó ezt is leírja, nagyon fontos, a pártok elforgatása nagyon fontos, és azt mondja, hogy a Gábriel kép, ugye most úgy van, hogy elől a szemből nézzük a koronát, akkor a Jézus kép van a pártán, és tőle jobbra, balra, a szemből nézzük nekünk balra, a koronán jobbra van Mihály arkangyal, és fordítva pedig Gábriel arkangyal. És leírva csomó, hogy áthelyezték, tehát eredeti kép rajta volt a koronán, de nem ez volt az eredeti helye. Ez is nagyon fontos, majd meg fogjuk látni. A koronát ugye 45-ben kivittük mi magyarok Ausztriával, hogy jobban féltünk, hogy az oroszok bedarálják, és inkább az amerikai fogságot választottuk a korona számára, és 78-ban vissza is kaptuk az Egyesült Államoktól. A képek rettentően fontosak, mindjárt ezzel bővebben fogok beszélni, de azért még azt kell tudni, hogy a koronát drága kövek is vannak, valószínűleg azokat is cserélték, tehát nem csak egyféleképpen rontották meg a koronát, hanem megpróbálták ezt teljes mértékben tönkretenni. Egy képet mutatok, mert azt mondta Alin, hogy
korona tulajdonképpen a fény Szent Háromságnak az utolsó fennmaradt jele. És igazából nagyon sok minden nem tett hozzá, de ha erre a képre elnézünk, akkor látjuk, hogy a korona a király fején van, akkor a kereszt az a Pantokrátor képből jön, ami az atyát jelenti, elő van a fiú Jézus, és hátul pedig a szűzanya. Most ez a hármasság, ez a klasszikus fény Szent Háromság, amiről az előző előadásban már beszéltünk, és valóban így van, hogy már maga ez az egy dolog meghatározza, hogy a korona miért készült el. Azért, hogy tanulja legyen ennek a fény Szent Háromságban. Badiny azt is kiemeli, hogy csak azok az apostolok szerepelnek rajta, akik nagyon közel álltak Jézushoz, fontos szerepük volt, tehát például az az apostol, akit magát apostolnak hívatta, Saul Pál nincs rajta, bár egy pár rajta van, de ez a Simon Pál. Aztán, ha az ember elgondolkodik, hogy ki hol lehet a koronán, akkor rájön arra, hogy képen tudom milyen erről is, hogy ha visszafordítjuk a pántokat, és Bertalan nem Jézus mögött van, hanem 90 fokkal balra Bertalan az igazi helyén, akkor megfordul az energetika is, és megfordulnak a pántok, tehát a rövid pár, meg a hosszú pár, a helyére kerül. Ja, most így van, igen. Itt a hely, Mária helye, ott, ahol eddig is volt, a hátsó pártán, és tulajdonképpen ilyenkor azt kell kitalálnunk, hogy Gábriel hol volt, ugye most itt a Mihály és Gábriel van elől, de tudjuk, hogy ez nem igaz, tehát Gábriel rajta volt akkor, de nem itt, akkor áttesszük arra a helyre, ahonnan vehették, ez vele pont szemben lévő pozíció, és ilyenkor már csak kettőt kell kitalálni, hogyha kik voltak azok a szereplők, akik hátul baloldalon és elől baloldalon az abroncson látható. Ha az ember arra gondol, hogy ez a korona a fény Szent Háromságnak a jelképe, akkor könnyen arra gondolatra jut, hogy más női személyek is lehettek a koronán. Tudjuk, hogy a egyháznak ez nyilván nem tetszett, most legyen még akár a bizánci mahináció, vagy esetleg egy későbbi bécsi mahináció eredménye, de a nőket valószínűleg levették már előzőleg. Én két hölgyet gondolok, hogy a koronán szerepeltek, ugye az egyik, aki a mint Ferenc pápa is mondja, az apostolok apostola volt, azaz Mária Magdala, ugye több minőségben is szerepel, mint Jézushoz tartozó személy, mint a tanítványok legtanultabbja, és a másik pedig maga az az Isten asszony, akit Szofiának hívunk, aki a tudás és a bölcsesség nagyasszonya. Ez az én saját véleményem, hogy ezek a személyek voltak a koronán, és majd mindjárt mutatom a többi háromságot, mondhatni Szent Háromságot, amit én legalábbis felfedeztem a koronán. De mielőtt ezt mutatom, visszatérek egy pillanatra ehhez az előző képhez, ugyanis a fiú, tehát Jézus és a szűzanya közötti vonal az átmegy a koponya közepén, ahol az a mirigy van, ami a világunkat összeköti a felső világunkkal, tehát a toboz mirigy magyarul. Tehát ezen a mirigyen keresztül, és elől az a három személy, és most mutatom vissza megint ezt a második házasságot, ez a három személy, tehát Mihály, Szófia és Jézus van, között egy hatalmas kristály, úgyhogy hátul is ugyanez van, hogy Mária Magdala, legfőbb Mária és Gábriel, ott is egy nagy kristály. Tehát magyarul valamilyen energetikai mozgás van, akkor ezek a személyek ezt a kristályt aktiválni képesek,
És ez az aktiváló erő, ez átmegy a ember tobos mirigén, corpus spirálén. És ez lehet a beavatás egyik magyarázata, hogy igenis ezek az energiák valamit megnyitnak az emberi fejben, és tényleg a valamilyen tudással, ami a másik világból jön, ez a király, aki érdemesen nyilván azon a szinten van, az magyar beavatódik. A harmadik hármasság, amit jól mutatom, mert megtaláltam, hogy ennek megfelelően helyezzük el a személyeket, akkor megint találunk két darab hármasságot, akkor egy jobb és egy bal oldalit találunk. És ez megint egy fantasztikus, érdekes dolog, mert a bal oldaliban három nő szerepel, a jobb oldalban három férfi. Ugye Mihály, Jézus, Gábriel, ott pedig Mária, Szófia és Mária Magdala. És ez úgy van, hogy a mi agyféldekénk, a jobb oldali az, ami azt is mondjuk, hogy a női agyfélteke, a bal, a racionális, az meg a férfi agyfélteke. Gyakorlatilag ezek meg pont fordítva vannak, tehát kiegészíti. A jobb oldali női félen ül a férfi erő, és a bal oldali férfi erőn ül a női principium. Borzasztó érdekes, és így, ha ezeket a személyeket tesszük bele, akkor ez működik, és ez így lehetett. És még van egy hármasság, ez egy komplexebb egy picit, ez a negyedik hármasság, mert ha nézzük az abroncson szereplőket, és nézzük az első, a pántokon lévő első személyeket, és abból is egy-egy háromszöget húzunk, akkor ezt az ábrát kapjuk, amely négy háromszöget mutat, és közben pedig egy ilyen rombusz alakú kaput alkot. Tehát magyarul, mintha ez a kapu, ez tudna nyílni, tágulni, és ezen keresztül jönne be valamilyen információ, amit mindjárt meg is fogok magyarázni másik képekkel. Nagyon-nagyon-nagyon fontos és érdekes. Ugye azt mondjuk, hogy van egy Merkaba. Ugye tudjuk, mit jelent a Merkaba, amely minden embernek, még Atlantiszon volt Merkabája, ugye Drumvalu Melkizedek nagy tette, hogy azért is született le, hogy ismét mindenki aktiválni tudja a saját Merkabáját. A Merkaba az két tetra, ellentétes tetra édelből áll, egy olyan energia pályát hoz létre, ami ugye régen azt jelenti, hogy Merkaba az, ami utazáshoz használatos, de mindenképpen védelemre, és ennek a, és ezt is mutatom, a síkban való lenyomata, ez a hatszög, amit a sumérok úgy hívnak, és ez nagyon fontos, a zsidók ezt Dávid csillagnak hívják, a sumérek 2000 évvel ezelőtt ezt már ismerték, ők meg kettős hármasságnak hívják. A lényeg az, hogy ez energia termelő ábra, és ebben nagyon szépen bele lehet helyezni ezt a 19 nevet. Tehát magyarul egy merkabát tudunk a korona fölé építeni, vagy a koronába építeni, és az azt jelenti, hogy a Merkaba mint egy élő szervezet él, tehát itt az elején, amit föltettünk kérdést, hogy éle a korona, azt mondjuk, hogy hát a Merkabája van, akkor biztosan. Ha tovább megyünk a geometria ösvényein, akkor két olyan ábrát mutatok, ami tulajdonképpen egy, ez az életvilága, szakrális geometria alapja. Ugye ez megint nagyon fontos, hogy 19 körből áll. Oké, még van két kör körülötte, de maga a körök, az egyforma nagy, csak a körök száma, az 19, ugyanannyi, mint a korona képeinek a száma. Ugye ez két különböző ábrázolás, és ez mindenhol a világon őshonos. Tehát mindenki ismeri ezt az ábrát. Drumvalutól vettem a
következő ábrát, ami tulajdonképpen egy metatron kocka. Ugye mit jelent a tudomány is mutatja, hogy metatron kocka, ez a méltani szabályos testek, vagy plátoni testekre alkalmazott geometriai forma. Ugye egyenlő oldaluk, egyenlő élünk van, és a gömbök mindig érintik egymás felületét. Gyakorlatilag, hogy ebbe a metatron kockába az összes plátoni testet bele lehet rajzolni, vagy ki lehet ebből rajzolni, mindegy, hogy nevezzük. Én a gömb, a tetraéder, amiről az előbb beszéltünk, kocka, oktaéder, ikózaéder és a dodekaéder. Ez tulajdonképpen maga a szerkesztése az, hogy felrajzoljuk ezeket a köröket, ezeket is úgy, mint a szakrális geometriát kezdjük. És ugyanez kevesebb, mint 19-ből áll, de ezeket az üres helyeket is berajzoljuk, mert ez így az élet virága, jól emlékszem, akkor ugyanúgy 19 körből áll, de 6 most ebben a pillanatban hiányzik. Tehát ez a metatron kocka, ez a minden mértani alakzatok alapja. És az ember elkezd játszani ezekkel a dolgokkal, akkor veszi a koronát, lerajzolja ugye az abroncsot, második sorban lerajzolja a pártákat, akik rajta vannak, és végül két körben lerajzolja az ember a pántokon lévő, mert két szinten van a pántokon, ez a 8 apostol, ezeknek a neveit odaír, illetve egy-egy körbe rajzolja, középen az atyát teszi, akkor ezt a mértani, vagy szakrális geometriát tudja kihozni az ember a koronából. Borzasztó fontos, mert a kettőt összedobjuk, a szakrális geometria képét elkészítve az életvilágával, és az életvilágára rárajzoljuk a korona ábráját a személyekkel, de most már személyek nevei nélkül, és ugyanúgy elvégezzük ezt az munkát, amit a metatron kockánál elvégeztünk, tehát hogy körök vannak, és minden kör közepét egy egyenessel összekötünk, hogy a kör az mindig a női principium, az egyenes a férfi, akkor ezt az ábrát kapjuk. Ami semmi más, mint két rombusz és egy kocka, ami kísértet, aki nőgyógyász az öltön tudja, mit jelent ez, a női nemi szerv, ugye a kívülről befelé nagy kisajak és a hüvelynyílás, ami szintén egy kapu, mint hogy ez is egy kapu. Tehát magyarul, ha ezt megrajzoljuk, akkor a koronára azt mutatjuk, hogy valamit kaptunk, nem életvilágát, mint azt Kábor mutattam, hanem az élet kapuja. Tehát magyarul az információ itt jöhet, vagy így jöhet be annak a beavatottnak, akit királyá akarnak koronázni. Nagyon érdekes dolgok ezek. A korona, tehát nem egy egyszerű korona, valószínűleg, hogy ezt a tudást azért is egy ékszerbe, egy koronában rejtették, mert minden más talán az évszázadok, vagy az évezredek alatt megsemmisült volna. Talán így volt az esély, hogy ha egy királyi koronába teszik, ahogy jobban vigyáznak az emberek, talán mondhatjuk azt, hogy nekünk magyaroknak ez volt a szerepünk, hogy ezt föntartsuk, ezt a koronát megtartsuk. De hát látjuk, hogy a történelemben azért sötét kezek megpróbálták ezt tönkretenni. Én személy szerint nem tudom, hogy a korona, nem voltam ott, nem érzem, hogy milyen erővel rendelkezik, de csatlakozom Csomó Lajos véleményéhez, hogy ezt a koronát rendbe kell tenni. Amit tudunk, hogy képeket kicseréltek, azt vissza kell cserélnünk. Akkor is, hogyha nincsenek meg, de ha tudjuk, hogy kik vannak egy ilyen hasonló stílusban, azt hiszem azt a három képet nyugodtan le lehet gyártani és megcsinálni. Legalább a korona
képi világát visszaállítani, már az szerintem óriási segítség lenne. Nyilván visszatenni a pántoknak a 90 fokos elfordítását, és aztán lehet gondolkodni azon, hogy lehet beszerezni, vagy milyen kövek, az egy más tudást igényel, más szakterület, melyek azok a kövek, amelyek aztán ezt az erő és információ átadást létrehozzák. Többet tudjuk azt, hogy ezek a kristályok mennyire jelentősek, hát az egész számítógép iparunk így volt, erre épül. Tudjuk a régi időkből, hogy a kristályok, akár az atlantiszi időkből, micsoda információ tároló testek voltak. Tehát nyilván, hogy ezeknek is óriási szerepük van. Büszkék lehetünk magyarok, hogy a korona miénk, de én azt gondolom, hogy nem elég, hogy betesszük egy vitrínbe, és legyen az akár egy múzeumban, akár az országházában. Én azt gondolom, hogy ezen változtatni kell, és segíteni rajta, hiszen mi felemeljük őt, ő is felemel minket. Tehát ez a mi generációban, a mi időnkben már szerintem elvégezendő feladat. Ez a hatodik fejezet volt a korona, és hát ebből látszik, hogy Jézushoz mennyi köze van, és ezért kellett ezt a könyvvel beletenni, hiszen ezek a kutatások, ezek a rajzok, amit az ember csinált, ezek elvezettek ehhez a tudáshoz, és azt gondolom, hogy ezt komolyan kell venni. A hatodik fejezet után két rövidebb fejezetről számolnék be, ugye a hetedik, nyolcadik, utolsó előtt és az utolsó fejezet. A hetedik fejezet összefoglalja azt a tudást, amit Jogananda, az egy jogi naplója című könyvében leírt. Nagyon jó olvasmány, mindenkinek nagyon megen ajánlom. Leírja azt a három mestert, aki előtte volt. Ezek nem ilyen nem családi kötelékek voltak, hanem mindig a tanítvány megtalálta a mesterét, vagy a mester a tanítvány az elmúlt időkben. És az ő mestere az a Sri Yukteswar volt, aki szintén halála után megjelent Jogalandának, és egy pár órát vele töltött, és elmondta, hogy igenis a világegyetem atomjaiból, aki már olyan szellemi szinten van, mint ő, akkor fel tudja építeni azt a testet. Ami nagyon érdekes ebből a vonatkozásból, hogy az a test, amit felépít, az mindig egy fiatalabb kiadást jelent. Tehát, mint hogy ő is így ültes már 30 évesen. És ez azért lényeges a mi szempontunkból, amikor Jézust vizsgáljuk, hogy Jézust is sokszor fiatalabbnak ábrázolják, hogy jól lehet tudjuk, hogy 37 évesen érkezett el ahhoz a ponthoz, hogy elkezd tanítani, és 40 éves, amikor kivégzi. Ha belegondolunk, azért akármilyen nagy tudású, beavatott ember volt Jézus, de az a kor, ahol ott élt, a sivatagi világ, az sokkal jobban tönkretette az emberi testet, mint amiben ma élünk. Tehát ma egy 60-70 éves ember fantasztikusan jól tud kinézni. Én azt gondolom, hogy akkor, aki 40 éves volt, az sokkal öregebbnek tűnt, vagy tűnhetett, mint ma körülbelül 60-70 éves lenne. De ez is közrejátszhat, hogy Jézus is, ahogy új testet alkotott magának, akkor ő is egy ilyen fiatalabbat tudott. Ez lehet, hogy egy törvény, egy kozmikus törvény, tehát nem ugyanazt, éppen ugyanazt a testet, de egy fiatalabb kiadásút. És erre is van bizonyíték, hogy azt hiszem az Emmauszi úton sétált és találkozott tanítványai, és nem ismerték fel. És a saját tanítványai nem ismerték fel. Tehát nyilván azért, mert sokkal fiatalabb volt a teste, mint amiben meghalt, kivégezték. Tehát ez Sri Yukteswar adománya, ez a tudás, és az ő mestere volt Lahiri Mahasaya, aki szintén megjelent, már halott mi voltában Sri Yukteswarnak, tehát az ő tanítványának. Számos példa van, lebegett, a plafon alatt lebegett,
és milyen dolgokat tudod végrehajtani. És itt jön az, hogyha valaki lebegni tud, levitálni tud, akkor a víz fölött is kvázi tud járni. Csak a kérdés az, hogy 10 centivel vagy 2 méterrel fölötte. De hát a víz fölött megy is, jár és mozog. Tehát ezek a próbák, ezek a történetek is azt igazolják, hogy Jézus valóban járt Indiában, és az indiai guruk már akkor is ilyen hatalmas tudással rendelkeztek. És Lahiri Mahasaya mestere volt az a Babaji, aki általában már legalább 3-400 éve él, hol előjön a barlangjából, vagy a föld alól, hol nem, és egy nagyon fiatal, 20 éves embernek néz ki minden leírás szerint, minden rajz szerint, amit róla készítettek, és ő is egy mester, aki ezt a módot választotta arra, hogy az emberiséget segítse. Tulajdonképpen ehhez még egy érdekes, ez nem a könyvben szerepel, de egy érdekes sztori, hogy valaki járt Indiában pár évt, és kérdezte, hogy te honnan vagy, és mondta, hogy Európából, és ez az indiai hölgy azt mondta, de sajnálnak téged. Tehát ők máshogy vannak a spiritualitás útján, és azt gondolom, hogy nekünk is még sok tanulnivalónk van az indiaiaktól. Nem feltétlenül csak a vallást nézve, a valláson keresztül, de magában a kultúrában, a filozófiában. Úgyhogy ez a fejezet, az a hetedik fejezet erről szól, és a hetedik fejezet végén leírtam azt, amit Sri Yukteswar átadott Yogananda-nak, hogy milyen a világ felépítése, és ez is említésre méltó. Ugye a legalacsonyabb szinten van az ásványvilág, aztán van a növényvilág, aztán van az állatvilág, és utána jön a földi sík. Ezt Sri Yukteswar úgy mondta, hogy az alsó szinten nincs szamádi, aztán szarvikalpa szamádi, nirvikalpa szamádi van, állapota van, de lényegében ezt a három lépcsőt tudja itt az ember elérni. És mikor meghal, leteszi a testét, akkor belkerül az asztrál világba, ez a következő dimenzió vagy sík, és itt is van három nagyobb egység, amiben kerülhet az ember. Az első az a legalacsonyabb, a sötét börtönvilág, elképzelhető, hogy mi ezt pokolnak hívjuk, ahol borzasztó rettegésben él az, aki olyan életet élt itt, gyilkolt, stb. A középső a közönséges sík, amelyben az emberiség nagy része kerül, és annak is van több része, de ezt most nem részletezni. És a legmagasabb pedig, amit úgy hívunk, hogy a megvilágosodottak síkja, ez másképpen Mennyországnak hívjuk. Ez az asztrálvilág legmagasabb szintje, és innét már nem kell visszajönni a Földre, visszaszületni. De még van asztrál teste az embernek, ezt még le kell vetni, ugyanúgy, mint a fizikai testet, itt ebben a földi síkban. Aztán jön az ember a kauzális világba, ami további fejlődési szintet jelent, és innen már csak egy ugrás van, hogy visszakerüljön az ember az istenségbe, ahogy mondtuk az előző előadásban, hogy a csepp visszakerüljön az óceánba, az a lélek, az a pici lélek, isteni szikra, a nagy egészbe visszamenjen, és ezt a legmagasabb szintet, az Istennel való egyesülés helyét sokféleképpen hívják abszolút szabadságnak, örökké valóságnak, kozmikus szeretetnek, vagy egyesülés Istennel, vagy végső szabadság állapota. Tulajdonképpen ez a mi célunk, mindannyiunk célja, hogy egy megtapasztalt bölcs állapotban visszakerüljünk ebbe a közös, amit az elején mondtam Ben Krumtól, hogy a közös energiamezőbe, és mindegy, hogy hívjuk ez energiamező, vagy nem, de ebbe a szeretett világban az emberi lélek sok-sok megpróbáltatás után visszakerül. És végül az utolsó fejezet, a nyolcadik fejezet, egy kicsit elvonatkoztat Jézustól, de mégis Jézusnál marad, mert Jézus azt mondta, hogy az igazság felszabadít. És nekünk az a dolgunk itt a Földön, hogy
ami nem igazság, azt leplezzük le, tárjuk fel, mert ha felszabadít az igazság, akkor mi is előrébb tudunk lépni. Világosabban látjuk az előttünk lévő utat, illetve még egyszer nem eszünk abba a csapdába, hogy már egyszer korábban beleléptünk. Ehhez az úthoz három ismertebb ember proféciáját vettem, ugye az egyik a Druvalu Melkizedek, a másik az Armin Rissi, és a harmadik egy internetes valaki, nem tudom, hogy Kobrának hívják, hogy Kobra az igazi neve nem valószínű, akik különböző módon látják az emberiség tovább lépését. Van az egyik, hogy azt mondja, hogy az emberiség saját maga fejlődése útján tud majd egy nagyot lépni. Druvalu azt mondja, hogy van egy ilyen precessziós időszak, amikor 20-valahány ezer évente mindig oda jutunk, illetve a közepén 12.000-valahány száz év után, amikor van egy 3,5 napos elsötétülés, és akkor minden, ami rossz volt, az eltűnik, minden, ami természetellenes és szervetlen volt, műanyagok például, csak mi anyagra mondta, eltűnnek, felszívódnak, és megint kapunk egy másik esélyt a saját megújításunkra. A harmadik, ez a Kobra pedig azt mondja, hogy az emberiség, ha elér egy szintet, ahol kívülről kap egy segítséget. Ugye tudjuk azt, hogy a világunkat, a Földünket egy Krisztus háló és egy Mátrix háló veszi körül, és a Mátrix az a negatív dolgokat adja nekünk, ezeket tudjuk leszedni róla, a Krisztus háló meg pontosan a szeretetet, a pozitivitást. És ő azt mondja a Kobra, hogy eljön az idő, amikor azok, akik itt vannak körülöttünk, és jó indulattal segítenek különböző fajok, humanoidok, nem humanoidok, ezek fognak besegíteni, hogy egy magasabb szellemi szintre jusson az emberiség. Nem tudom, én sem ezt a három filozófiai gondolatot találtam érdemesnek, hogy az utolsó fejezetben ezt beírjam, illetve a végén, ami nagyon fontos, hogy a tudás az, ami minket felemel, tehát ezeket a dolgokat át kell ránunk, sokkal több tudást is szerezni, mint nyilván ez a könyv magában adhat, mert ez visz minket előre. Azt hiszem, ez volt a bemutatás, talán egy kis kedvet is csináltam azzal, hogy ezt a könyvet az emberek megvegyék, magukévá tegyék, és e szerint tovább éljék életüket. Köszönöm szépen, meghallgatom.